Házasságban nincs magánügy. Házasságban a kettőnknek a magánügye van. Család és házasság, ez a Magyaróvári Egyes Oktatás harmadik témája. Első alkalommal a hitről, második alkalommal a szeretetről, az önszeretetről beszél Bodó Zoltán katolikus plébános. Sokszor fölteszik a kérdés, hogy ugyan már mit tud egy katolikus papa házasságról. Hát ezt azt hiszem, hogy többet, mint bárki más. Bár nem élünk házasságban, viszont pontosan talán ezért, és ugye a sok lelki beszélgetésből kifolyólag is, nagyon sok dolgot megismerünk, és nagyon sok dolgot tudunk. Így azért összeáll egy elég komoly kép az embernek a házasságról, a mai kor kihívásairól is, a mai kor problémáiról is, és így talán könnyebben föl tudjuk készíteni jegyeseket arra, hogy mi vár rájuk, és hogy az, amikor kimondják azt, hogy holtomiglan és holtodiglan, az nem egy évre szól, nem két évre szól, hanem holtomiglan és holtodiglan. Ez a pár jövő héten mondja ki a boldogító igent, végigjárták a jegyes oktatás útját, és úgy gondolják, több szempontból szorosabb lett közöttük a kötelék. Egy picivel talán jobb lett. Hát többet beszélgetünk, meg amit az atya témákat felhoz nekünk, azokat azért úgy utána átbeszéljük, és hát elindít bennünk gondolatmeneteket, és úgy gondolom, hogy ők valamennyit azért segít. Nincs gond a kapcsolatunkkal, de rosszabb nem lesz tőle, az biztos. Ez az önszeretet kérdése. Nekem ez nagyon, 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 nagyon mélyreható volt, hogy nem tudom, hogy mondjam, mert tényleg olyan dolgokat beszéltünk át, amit a mindennapokban nem beszélünk meg, és akkor meg így felszínre került, és ezeket át tudtuk rágni, és ez szerintem jó dolog. Ez úgy belülről jön, hogy én tényleg szeretlek, és ez kifejeződik abban, hogy meglepem a másikat. A hit, a szeretet és a család, a házasság három fontos fogalma, amely végigkíséri a párokat. A jegyes oktatás egyfajta felkészítés a közös útra. Zoltán atya úgy fogalmazott, a szeretetnek egyetlen gyilkosa van, a megszokás. Ezért fontos a mindennapi érdeklődés a másik iránt, az érzések folyamatos megosztása és az őszinteség. Egyebek mellett erre hívja fel a figyelmet a jegyes oktatás.